Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket aktuális kérdések című műsorunkban, melynek mai vendége Kovács Szilvia alpolgármesterasszony. Én is szeretettel köszöntök minden kedves televízió nézőt. Azt is mondhatnánk a polgármester asszonyra, hogy ötletgazda, hiszen a tavalyi évben, 2012-es esztendőben tavasszal egy igen érdekes program került meghirdetésre itt Karcagon, mégpedig a Legszebb Konyhakertek program. Elevenítsük föl, hogy tavaly tavasszal hogyan indult ez a program. Hát egészen pontosan május 25-én került meghirdetésre, kicsit későn, de a kertgazdák szemszögéből még időben ez a program, hiszen szép számmal 22-en jelentkeztek erre a versenyre. Nagy sikere volt, nagyon szép kerteket láttunk, olyan szépeket, hogy bizony több első díjat, több második és harmadik díjat kellett kiosztani szinte minden kategóriában. Külön sikere a versenynek, hogy a 7 évestől egészen a 80 éves jelentkezőig volt életkori megoszlás, tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy szó, hiszen a legfiatalabb és a legidősebb nemzedék is képviselte magát ebben a versenyben. Gondolom, hogy különböző kategóriákban lehetett nevezni, hiszen nem mindenki egyformán rendelkezik földterülettel és ennek nagyságával. Milyen kategóriák voltak? Tavaly három kategória volt: barkon, mini és normál kategória. Érdekes, hogy a barkon kategóriára nem jelentkezett senki, de ez az idén már megdőlt, hiszen megvolt az első jelentkező, és várjuk további kert, illetve balkon művelő kertgazdákat is. Ugye, ha úgy veszük, ez egy verseny, egy megmérettetés, és ugye ehhez zsűrire is, bírálóbizottságra is szükség van. Hogyan állt össze ez a bírálóbizottság, és hogyan végezte a munkáját a tavalyi esztendőben? A tavalyi esztendőben én felkértem a zsűrit, Ézsiás Antal, Túrmezei Sándor tanárurak voltak a zsűriben, Ifjú Huba Imre, Fazekas Lajosné Évike és jó magam alkottuk a zsűrit. Kétszer jártok be a kerteket, egyszer június 26-án, és egyszer a legnagyobb szárazság végén, augusztus 30-án, 31-én egészen pontosan, és fontos elmondani, hogy nagyon-nagyon szakszerűen művelt, gondosan művelt kerteket láttunk viszont, és ez a nagyon lelkiismeretes munka még a legnagyobb szárazság ellenére is megmutatta az eredményét. Tehát lehetett látni, hogy ki milyen gondossággal, alapossággal, odaadással műveli a kis kertjét. Gondolom, ennek az értékelésnek volt egy szempontrendszere. Volt-e olyan kikötés, hogy hányféle növényt kell termeszteni, illetve milyen szempontok alapján értékelt a zsűri? Igen, bár nem sok bírálati szempontot igyekeztem összeszedni, nehogy elrémítsek senkit a versenyben való részvételtől. Követelmény volt, hogy legalább 5 féle növényt termesszen az illető, és ezen kívül az volt még a fontos elvárásom, hogy ez a konyhakert rendezett körülmények között, rendezett portán, rendezett udvarban kerüljön kialakításra, tehát a környezet is legyen rendezve, ne csak a kis konyhakertje. Ez valóban mindenhol így történt, úgyhogy igazán megelégedéssel szemlélhettük ezeket a kerteket. Egyébként nem volt más kikötés, szakszerűen, gondosan művelt kerteket vártunk el. Nem szerettem volna, hogyha mértanilag nagyon túl tervezett kertek lettek volna. Én a vidéki hagyományos paraszti konyhakerteket szerettem volna viszont látni, és örömmel mondhatom el, hogy ezeket is láttuk viszont. És a gondos gazdák, kertgazdák, kis konyhakert gazdák nagy-nagy örömére 2012. novemberében ugye elérkezett az eredményhirdetésnek az időpontja, ahol én is személy szerint jelen voltam, és úgy láttam, hogy igen szép eredmények születtek. És ugyanezen az alkalommal meghirdetésre került egy újabb program, ami már egy kicsit szélesebb körű, 2013-ra Magyarország legszebb konyhakertjei program címmel. Hogyan született meg ez az ötlet, és milyen támogatása? Hát ez az ötlet tulajdonképpen úgy önmaga hozta önmagát, hiszen többen érdeklődtek, én is sok mindenkinek elmeséltem járva az országot ezt a lehetőséget, és azt tapasztaltam, hogy mindenki nyitott e felé a verseny lehetőség felé, és úgy gondoltam, hogy érdemes ebből egy országos
megmérettetést kerekíteni, illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium, személy szerint dr. Fazekas Sándor miniszter úr támogatását élvezzük, és a Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézményei, az MNVH és a NAKVI támogatását élvezők, és ez szerint ezen elgondolásból alakult az ki, hogy ebből egy országos programot érdemes csinálni, tehát az ő segítségük és a támogatások és a biztatások nélkül természetesen ebből nem lett volna semmi. Tehát az ő inspirációjuk volt az, ami ezt így kiteljesítette az egész országra nézve, és büszkén mondhatom, hogy ez most már egy országosan kiemelt projektként kezelt verseny. Alulról építkező verseny, ami azt jelenti, hogy a csatlakozó, ehhez csatlakozó települések a legszebb konyhakertek versenyt a településükön maguk megrendezik a karcagi mintára. Megszervezik a zsűrit, az oklevelet, programot, mindent megkapnak tőlem, hiszen ezt én kidolgoztam, külön szabályzatot írtam, útmutató tájékoztatót írtam, elkészítettem az értékelőlapot, jelentkezési lapot, megkérdetés szövegét. Tulajdonképpen mindent készen kapnak a csomagban, hiszen az arculatunk is kialakításra került 2012-ben, ezt használják a települések, nyilván kiegészítve az ő címerükkel, paramétereikkel, városnevükkel, és miután ezt a versenyt lefolytatták, és ott is megszületnek a kategóriákban a kategória győztesek, az ottani zsűri el fogja dönteni, hogy melyek azok a győztes kertek, amelyeket beneveznek Magyarország legszebb konyha kertjei cím elnyerésére. És itt jön majd az országos megmérettetés, hiszen ha ezek beérkeznek hozzánk, akkor egy külön zsűri fog összeállni az országos zsűriből, és fogja eldönteni tájegységenként, hiszen nem lehet összehasonlítani egy Somogy megyei, vagy egy Jászhegykunszolnok megyei kertet a díjazott kerteket. És ebből a gondolatsorból következik a kérdésem. Lehet-e számszerűsíteni, vagy említeni, hogy mely települések csatlakoztak itt Magyarországon, illetve van-e olyan település, aki esetleg határon túl és mégis csatlakozott ehhez a versenyhez? Most egészen szépen állunk, és nem tudom, hogy hol áll meg ez a jelentkezés, hiszen a média hírelése a héten és a következő héten fog még nagyobb teret kapni, és még több helyen, platformon fogunk ezzel a lehetőséggel megjelenni, illetve központilag az önkormányzatok szintén meg fogják kapni ennek a csatlakozásnak a lehetőségét. Most jelen pillanatban 27 város van, aki csatlakozott ehhez a programhoz, és még vannak olyanok, akikkel tárgyalásban állok. Nagyon sokan érdeklődnek, és bizony helyes volt a felvetés, határon túlra érkeztünk el, hiszen már a november 9-i konferencián volt lehetőségem bejelenteni nagy örömmel, hogy Karcagváros testvérvárosai, a felvidéki Szepsi és az erdélyi Székelykeresztúr már csatlakozott ehhez a programhoz. Karcag és Püspökladány lengyel testvérvárosai szintén szeretnének csatlakozni, a lengyelre való fordítás most van folyamatban. Kicsit nehéz lesz a dolog, hiszen ott mindent lengyelre kell adoptálni, és így lefolytatni ezt a versenyt, de én úgy gondolom, hogy meg fogunk ezzel birkózni. De Délvidékről, Bácskaútfalváról is várjuk a jelentkezést, és nagy örömömre szolgál, hogy Szerbiából Temerin csatlakozott már ehhez a programhoz, és nagy erőkkel szervezik az ottani versenyt. Ez úgy gondolom egy nagyon szép program, és egyfajta újabb kultúra kialakulása. Itt konkrétan a kiskert kultúrára gondolok, mert ugye eddig is az emberek foglalkoztak veteményes kertekkel, ki kisebb területen, ki nagyobb területen, mi elsősorban ugye a saját maguk családjának az ellátására, de azzal, hogy van egy ilyen program, amihez csatlakoznak, és van, ami motiválja őket, hogy az minél szebb legyen, és minél eredményesebben tudjanak ott növényeket termeszteni, egyfajta kultúrát is kialakít, egy növénytermesztő kultúrát, egy csapatépítő, közösségépítő kultúrát, mert gondolom, hogy ezek az emberek különböző fórumok alkalmával talán ismerik is egymást, megbeszélik a tapasztalatokat. Erről van esetleg valamilyen információ?
Így van, ez helyes felvetés és gondolatsor volt, hiszen az évet már eleve úgy kezdtem, hogy a december második, vagy január másodikai Országos Kertbarát Egyesületek közgyűlésén részt vehettem, és bemutathattam ezt a programot. Ott az ország minden civil kertbarát egyesülete képviseltette magát, és bizony nagyon sok helyen az önkormányzat bevállalja a versenynek folytatását, de kiadja egy kertbarát civil szervezetnek ennek a tényleges koordinálását és szervezését. Így van, tehát nagyon sok szervezet, egység érdeklődik ezután a program után, illetve hogyha nem ezek folytatják le a településen, ez a program összekovácsolja az embereket. Ez így történt Karcagon is, amikor megbeszélést tartottunk a november 9-i konferencia előtt, nagyon szívesen jöttek össze az én kis kerteseim, és tervezem is, hogyha egy picit szusszanok majd a kezdeti meghírelés okozta sok-sok elfoglaltság alól, hogy összehívom őket, és bizony megbeszéljük az ez évi teendőket, terveket, és igénylik is az emberek ezt az összejövetelt, hiszen túlnyomó többségben azért nyugdíjasok foglalkoznak a kertekkel, ezt be kell ismernünk. Vannak aktív dolgozók, és ugye említettem, vannak fiatalok is, de a túlnyomó többség a nyugdíjasok, hiszen nekik van a legtöbb idejük ezzel foglalkozni, és bizony ők nagyon szívesen jönnek össze. Ez egy alkalom arra, hogy együtt töltsenek el időt, és a felmerült, mélyről feljövő tapasztalatokat megbeszéljék egymással, hiszen mindenkinek a tarsolyában van egy-két olyan fortély és fogás, amit talán még az ő dédszülőjétől tanult, és ezek bizony akkor szoktak felszínre kerülni, ahogyan nekem elmondták nagyon sokan, amikor egy-egy problémával találkoznak. Ez is egy nagyon fontos szempontja a programnak, hiszen ezek a praktikák előtérbe kerülnek, felszínre kerülnek, megbeszélik is, és tovább adhatók a felnövekvő fiatalabb generáció a különböző számára. Különböző tapasztalatok, így hogy van. Hogyan oldjuk meg például a növényeknek ha nem permetezünk, akkor milyen olyan módszerekkel, ami egy kicsit kíméletesebb. A következő kérdésem az lenne, hogy ugye van Karcagon már egy kialakult kertbarát kis csapat. Akik úgy gondolják a nézők közül, hogy ők szeretnének ehhez a kis csapathoz tartozni, ők konkrétan ezt hogyan tehetik meg? Mi ennek az útja, módja? Már múlt héten megjelent a Karcagi Hírmondóban a pályázati felhívás, a jelentkezési lappal együtt, ami kivágható, kitölthető és leadható. Ez a jelentkezési lap megtalálható a falu gazdászirodában, és az önkormányzat 24-es irodájában, a műszaki osztályon Lénné Orosz Hajnalkánál, ott is kitölthető és leadható helyben, és így lehet jelentkezni. De ha engem megkeres valaki, én is nagyon szívesen állok rendelkezésére, és segítek neki ebben. Az idei évben a zsűri ugyanaz lesz, a bíráló bizottság, vagy esetleg új tagok is lesznek a zsűriben? Bár még nem került megkeresésre a tavalyi zsűri, de én számítok rájuk, és természetesen a jelentkezők számától függ majd az, hogy mennyire kell kiegészíteni a zsűrit, hiszen ha nagyon sok jelentkezőnk lesz, akkor úgy gondolom, hogy öten nem fogunk ezzel bírni, de én tervezek új zsűritagokat is bevonni ebbe a versenybe, és bízom abban, hogy most szintén olyan nagy sikerre lesz ennek a versenynek, mint tavaly volt. Most ugyan két kategória, új kategória bejött, hiszen van egy zárt kert 1-es csak zöldség termesztésre, és van egy zárt kert 2-es gyümölcsös kategória, hiszen a tapasztalatok, az elmúlt évi tapasztalatok azt mutatják, hogy erre is igényük van a kertgazdáknak, hiszen van, aki a zárt kertjében lucernát, illetve azok között a gyümölcsfáknál gyümölcsfákat termeszt, és ő is szeretne megmérettetésben részt venni, és ugye nem lehet kizárni azokat sem, akik zárt kertben zöldséget termesztenek. Mondjuk ez egy nehéz falat, főleg, hogyha az elmúlt évi szárazságot tekintjük, és azt, hogy nem igazán lehet öntözni, hiszen nagyon sok helyen nincs erre lehetőség. Ezeket a kategóriákat fontos volt bevenni az idei versenybe. Az elkövetkezendőkben esetleg van-e tervben, vagy került előtérbe újabb ötlet, hogy ezt a programot még tovább szélesíteni? Ugye most a kiskertgazdák művelik a kertjüket, és termelik benne a finomabbnál finomabb zöldségeket, növényeket. Esetleg nincs-e tervben az, hogy az ott megtermelt növényeknek a
minőségi versenye, vagy feldolgozott állapotban a versenye, tehát hogy mit lehet azokból készíteni. Van-e esetleg ilyen ötlet a jövőre nézve? Igen, ezek mind lehetőségek. Elsősorban nekünk majd az elkövetkezendőkben, hiszen én bízom abban, hiszen ez a programnak is a célja, hogy minél többen fognak a kertjükben, udvarukon zöldséget termeszteni, ennek piacot biztosítani, és piaci lehetőség, piacon való megjelenést lehetővé tenni, hiszen sajnos nagyon sokan az elmúlt években azért nem művelték és hagyták parlagon, és füvesítették be esetleg a zárt kertjüket is, illetve parkosították a zárt kertjüket is örökzöldekkel, erre is van példa, ami nagyon szép, csak éppen zöldség nem terem benne, mert hogy a zöldségeket, a megtermelt fölösleget nem tudták értékesíteni, nem tudták eladni, maguknak sok volt, és utána azt mondták, hogy nem kínlódnak vele. Tehát nekünk első körben az lesz a feladatunk, hogy ennek a piacon való megjelenését biztosítsuk a kertgazdáknak, legyen belőle egy kis bevételük, egy kis hasznuk, illetve ne érezzék azt, hogy fölöslegesen termelnek, és úgymond csak az állatnak lehet odaadni. Ez is hasznos, de én úgy gondolom, hogy ha már megtermeltünk egy egészséges élelmiszert, akkor azt elsősorban az emberek, a lakosság fogyassza el, tehát ebben nekünk fontos feladatunk lesz, és természetesen a program rengeteg továbbviteli lehetőséget biztosít a feldolgozás területén és más egyéb paramétereket nézve is. A feldolgozás már most jelen volt, hiszen a november 9-i konferenciánkon nagyon sok befőttet, szörpöt és mindenféle különleges feldolgozási formákat láthattunk a kertgazdáinktól. Én úgy gondolom, hogy itt is majd a egymással való megbeszélés és az ötlet átadás biztos, hogy sok új terméket fog piacra hozni, vagy esetleg közénk elhozni. Hát én kívánom, hogy itt a karcagi piacon is minél több ilyen termékkel találkozzunk, és újabb emberek jelenjenek meg a különböző árusító helyeken, és akkor egy egészséges élelmiszerrel ellátott karcagvárosa lehet. Van. Én bízom benne. Nem beszélve arról, hogy nem rég jutott a tudomásomra, hogy van nekünk egy levédett kiváló karcagi termék emblémánk, vagy díjunk. Tehát tulajdonképpen még akár meg lehet versenyeztetni ezeket a megtermelt zöldségeket, növényeket, gyümölcsöket, vagy a feldolgozott termékeket, és akár még egy ilyennel is meg lehet jutalmazni a kertgazdákat. Tehát tulajdonképpen az ötlet az nagyon-nagyon széleskörű. Az ötletek tárháza szinte kimeríthetetlen. Én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő években lesz erre lehetőség, hogy ilyenben is gondolkodjunk. Így legyen. Kedves alpolgármester asszony, én kívánok a munkájához, a csapatának, illetve a kisgazdák körének munkájához nagyon sok sikert, ötletet, kreativitást és jó termést. Nem utolsó sorban jó időt, sok esőt, napsütést, mert hiszen ekkor lesz igazán jó a termés. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, az elmúlt időszak fontosabb híreit összefoglaló Karcagi Hírek című műsorunk következik.